igaz szerető, ha más kettőt verje meg a teremtő. Mit érnék-e a szukmalvi nagy halmát, ha nincs benne, akiért a szívem fáj. A Siklódi hármas határ felé megint, de ott van, aki igaz szívből szeret. Siklódi hármas határ felé tekinte, ott van, aki igaz szívből szeret. Három level levagyjon a helyének, három szeretője van a legénynek, három közül se jó haj, egy az igaz szerető, a más kettőt verje meg a teremtő. Három közül se jó haj, egy az igaz szerető, a más kettőt verje meg a teremtő. Mit érnékem a Siklódi hagyalmát, ha nincs benne, aki él a szívem. Hármas határ felé tekintve, ott van, aki igaz szívből szeret. A Siklódi hármas határ felé tekintve, ott van, aki igaz szívből szeret. Külföldön dolgoztam, és akkor meguntam ezt a sok navétázást külföldre, oda-vissza, és egyszer úgy döntöttem, hogy hazaköltözök Siklódra, mert ez volt gyerekkori vágyam, hogy itthon tudjak gazdálkodni, és régebb is az őseink is mindig megéltek állattartásból, és mi is meg kell tudjunk élni, hogyha odaállunk és dolgozunk. Tizenöt darab van jelenleg, tején, bornyú, minden, és van egy ló is. Volt három darab disznóm, hízó, kettő ment eladásra, kettőt eladtam, és akkor egyet levágtunk magunknak, egy olyan 200 kilóst. Nem úgy vagyunk, mint a városi emberek, hanem betárjuk úgy magunkat, hogy ebben az üzletben nem megyünk két hónapig is, akkor van mit tegyünk. Borunk van, pálinkánk van, savanyúságot elrakunk, mert veteményezünk, van uborka, káboszta, minden, amit itt falunk szoktunk. Piros hagyma, májos, véres, akkor így töltsük a téli napokat.
a falun az életben benne van a napi programban pálinka is az étel mellé. Tavaly főztem 500 litret, az idén is annyi kellene legyen. 100-200 év ezt iszak a falusi emberek, és ha mértékkel fogyassz az ember, ez nem árt, sőt egészség. Bármi történjen az életben, itt mindig meg lehet élni. Mindenki mondja, hogy milyen nehéz falunk, meg ugye állatszagúak vagyunk, ganészagúak vagyunk, meg minden, de nem szégyeljük, mert úgy érzem, hogy úgy meg lehet élni, mint bármelyik városban. És nem parancsol senki, nincs főnökünk, ez volt minden vágyam, hogy elérjem, hogy ne legyen főnököm, én legyek a magam ura, a saját kapumon belül, ne parancsoljon senki.
megnyílni. Jóisten adjon egészséget! Tudjátok rendezni a... zálomány. A szüleim nekem Siklódról származnak. Édesapám is, édesanyám is siklódi. Az idő, ahogy múlt, úgy egyre nagyobb késztetést érez. Nem tudom, nem tudnám megmagyarázni, hogy miért. Hogy visszajönni valamilyen szinten ide a faluba. Vére. Valami egy belsőnök megszólítja az embert, hogy vissza kell menni, mert valami onnan indultunk el mindannyian. Siklódnak ebből a lehetetlen helyzetéből az a turizmus lenne. Jó, nem megy. Akkor jött a gondolat, hogy csűrt alakítsuk át házzá. És ha már átalakítjuk házzá, akkor alakítsuk olyan házzá, hogy három embernél több is le tudjon benne feküdni. Így alakítottuk át egy ilyen 12 személybe forduló vendégházzal, és ilyen vendéglátással próbálkoznánk foglalkozni. Nehéz behozni a turistát Siklódba, mert tényleg nehéz behozni, de aki bejött, az nem igazán akar menni. Beérkezik a faluba, itt egy hétig itt van és csendben van elszakadva a nagyvárosok gondjaitól, nagyvárosok zúgásától. Úgy látom, hogy a siklódinak a szép érzéke az elég kifejlett volt. Ezért van mindene annyira kimunkálva. Ez megnyilvánul a faragásukba, megnyilvánul a szövésmintákba, megnyilvánul a székelyruhának a kiképzésébe. Tehát minden településnek megvannak a sajátosságai. Nekünk a siklódi a legszebb, mert az a miénk. Elkereszteltem, hogy van nekem siklódi nótafám, van nekem siklódi dalfakasztóm, van nekem siklódi aranyolmám, és van nekem siklódi aranyos kúta. Kinek milyen kalapja van, azzal teszünk. Most mit is csinálunk? Oh!
tavaly nyarunk az arról szólt, hogy feleségemmel szedtük a gyógyjavényt. Azt mondták, hogy nekünk könnyű, meg egész nap csak kirándulunk. Hát tényleg kirándultunk, mert szép dolog volt, de a kirándulás mögött bizony azért kemény munka volt, az apu gyermekekkel mentünk egész nyáron. Egy év távlatából úgy rá kellett, hogy jöjjünk, hogy hát ketten nem tudtunk annyi gyógynövényt szedni, hogy az elég legyen. A feleségemnek a nagyanyja az fűész volt Gyimesbe, és onnan sok mindent megörököltünk mi, és ezt kibővítettük a modernkori irodalommal. Tudják, hogy honnan származik az a gyógynövény, tehát honnan származnak a tejakeverékeink, bizony szívesen megveszik, mert ez egy olyan tiszta terület, ahol még nem ért el a világ szennyezése. Siklót számomra megnyugvást jelenti, az ősök földjére való hazatérést. A nagyvárosi zúgástól való elszakadást, mert mi várostól, otthonról hazajövünk. Csíva Jurajos! Akkor elég igaz. Persze. Sokszor. Hát fel kimon az öreinte. Van, akinek van egy jó barátja. Az úgy kiveszem az egymétok. Kattanjon elő itt, mint az ostor vége. Akkor mit be? Ez a lecsepecsi. Ez a halszereste. Halszereste, nem csinálja. Látod? Úgy nincs. Ez igen. Ezt szokta csomboroson fél sirítani. Most köttem meg aztán a biztos.
Nem tud. Elmentették. 50 méter most tud meg írni. Na akkor menjen kegyre, mert vagy ő bolond, vagy én. Na. Szilveszter Ilona, Erdély Szné. Ezt tegyék oda, mert 5 Szilveszter Ilona van a faluban, és akkor nem tudják, hogy melyik a. Ezért 200 hektár erdőnek a bornáját én festettem. Elmenjek körbe a szélén, mindenütt határ. S a házunkot járt a három falu népje. Agyha, Szolokma, Siklaud. Na bizony. Sokat oda kellett álljak, hol számítani, hol írni. Megéljek egy órakor, és bizony, gyermekek aludtak, s kellett segéljek. Lassan, papa. Gyere csak, mert te is kell beszélj. Amit kérdeznek, felelsz. Ja, Isten. Én megmondtam, hogy összeházasodtunk, szeretlek, s véled lakom, s ja, hanem meghalok elkét, temes. Még szeretlek? Na. Ne gújulj hülyeséget. De nem hülyeség. Aztán a falu nem kacag, aki meg még meg. Még szeretél? Vagy nem szeret? Bolomba. Nem hülyeség. Na de ha megérjük a tavaszt, akkor abban lesz az örömöm, hogy nyílnak a rózsafák, s kivirítom a verandát szép virágokkal, élővirágos, a kertet, a veteményt, kardvirágos, nekem virág az életem. És a fiatalok mikor hazajönnek, fogadhatom. Én abban örvendezek, nem egy csihányos kertbe. Hát így van-e. Ha elmegyünk kirándulni, vége és boldog vagyok. Mindig valahonnan városi személyzet van nekem vendégem. Sose búsulok, mindig örülök. Így van.
mikor a gyerekek nőttek, 7-8-9 osztályosok voltak, és én jól bírtam magam, és szegény uram élt nyugodjék. Abuszt felvirágoztuk, és mentünk Csíkszeredába a kerektetőre. Faluverseny volt, 65 falu volt. Azt mondta az etédi kultúrigazgató, Ilonka néni, valahogy csináljuk úgy, hogy Siklót nyerjen, mert akkor nekünk meg vagyunk élve. Na, én mentem, mondtam a táncos páromnak, Józsi bátyja, valahogy legyen úgy, hogy törjük le a színpadot, hogy nyerjünk. És avval az ének szóval mentünk fel a színpadra, hogy s tudod, babám, tudod, mit ígértél egy szombaton este, se rajtad kívül soha nem szerettem tizen életembe. Mikor félmentünk, kezdtünk csárdásolni, robb a színpad, beomlott, hozták a zöld ágat, s a zászlót rajta, s megnyertük. Megnyertük. Örülök, hogy egészségben itt lehetek. Gyermekeim, s akik maradtak még a főcényén, hogy éhetek végleg. Vásárhely, Kolozsvár, Udvarhely, Keresztúr, milyen csapathoz adták a beutalót, oda kellett rukolni be. Az oroszok jöttek keresztül Romániás, akkor minket vittek ki, rugáltat az Úzőgyibe, ott szembe kellett állnunk velük. Ott voltunk 45, augusztussal vittünk haza fogságból. Aztán azóta itthon lakunk, de akkoriban a show idejében annyiban jó volt, hogy mindenkinek munkahelye volt, mindenkinek lakása volt. Nem kell búcsolni, hogy a városi nép hova lesz-e, de csak építkeztek.
447 házszának siklód. Most már mondhatom, hogy nem él annyi nép, mint akkoriban az utcában mennyi voltunk. Nem. Itt is ebben az utcában sok négyen vagyunk, úgy kifogytak. Most már nekem is semmi állat, csak egyedül magam. Már ahol csak egy nép lakik, ott nincs mit csinálni. Például ez a rossz hideg tél, ez olyan kedvetlenül bévágott nekünk, hogy nem szeressük a hideget. Valamely gyerekem csak állt a legkülsebb fiam, amelyik Jánosnak hívják, keresztül lakik az, ha akar, jöhet haza ide, ezt a házat ki kell generálni, még ki lehet javítani, és még egy emberített kiszolgál. Hát a falu olyan jelent, hogy mindegy magam, hogy fiatal lettem, megnősültem, családot lapítottam, és akkor őrendeztünk a családnak, a gyerekeknek, aztán volt a siklónak a jelenete. A sikló volt, létezett, és még utána is létezik. Aztán, hogy a népben mi lesz,
szülőföldön nem adnám semmiét. Nem is kívánkoztam már soha lakóképpen Siklaugra. Szeretem a munkámat, amit csinálok. Itt értem le az életemet. Nehéz az élet, de le lehet élni, lehet dolgozni, aki szereti. Szövögetek, igénylet van rá, hát ezt külön szeretnék, hímeseket szövök, simmát, kőhímest, macskanyomost, váradi kockást, ilyeneket, szőnyeget, mindent, amilyen kérnek, olyan szövök. A szövéshez türelem kell, meg szeretet, ha nem lehet csinálni. Nagyanyámtól tanultam, egész kislánykorom óta. 8-10 éves kislány voltam, amikor már nagyanyámnak kellett segíteni. Így hát a megtanulás könnyű volt, mert belém nevelődött. Megtanulni ezt egy rövid idő alatt nem lehet. Annyiféle titka van a szövésnek, hogy nem könnyű elsajátítani egyik napról a másikra, ezt nem lehet. Sokféle fázán keresztül menjen a fonal, amíg anyag lesz belőle. Na, van az osztovát a láb, a két hasonló, első hasonló, hátsó hasonló. Van a lábító, a bordahaj, a rángató, az eresztőfa, vetőlő. Amikor a szövőszéket nem használom, hogy na most nem akarok szőni, szétszedem teljesen darabokba. És elrakom úgy egy szín föli fej, hogy az eső ne üsse, nap ne süsse, mert az több éven keresztül kell. Ez a szövőszék vélem egykor. 45 éve dolgozunk rajta. Minden télen legalábbis. Amilyen szaporátlan, amit most szövök, ott reggeltől estig egy singet tudok leszőni. Az 62 centi. Igény van, csak tudnám csinálni. Olyan tél még nem volt, hogy ne kérjenek. 3-4 rendbélics, még többet is, de amennyit csak tudok csinálni, annyit lehet. Innentől egész Csíkszeredáig dolgoztam. Tudomásom szerint sajnos Siklaudon nem foglalkozik senki ezzel, mert ki vannak öregedve. A fiatalok pedig azok meg sem tanulták. Tudásomat nem tudtam átadni senkinek se, mert nem volt utánam való generáció, akinek átadjam. Lehet sírba viszem az egész szövést. Kihol egészen Siklaudon a szövés. Szép a siklaudi viselet, csak munkaigény. Nem még kiviselje. Minden innapnapkor felöltöznek belé. Mindig. Hát számomra Siklaud a szülőföldem. Annyira, hogy itt születtem, itt éltem le az életemet innen. El nem számítok menni, csak halva ki a temetőbe. Sehova egyebül. Thank you.
kis angyalom, ne hallgassam más legények szavára. Jó íremet, rossz íremet, engedjétek el a maga útjára. Te meg csárdás, kis angyalom, ne hallgassam más legények szavára. A Siklódi bíró lánya fekszik fekete gyászba. Kilenc orvos vizitálja, baját egy sem találja. Tizedik az édesanyja, gyújtsa meg a gyertyát, mert én meghalom, babám elhagyom. A Siklódi lányok közül a legárvább én vagyok. Tizedik az édesanyja, gyújtson meg a gyertyát, mert én meghalok, a babám elhagyok. A Siklódi lányok közül a legárvább én vagyok. A Siklódi temetőbe leullott a látod csárdás, kis angyalom, de hiába szeretnél. A síromra rászállott egy burger, vice madár, engem integet. Szakítsátok, ha tudjátok, száz felé a szívem. A síromra rászállott egy burger, vice madár, engem integet, szakítsátok, ha tudjátok, szállítsátok.